Következő. Ez nagyon jó egyébként, hogy melyik gombbal idéztem elő ezt a... Ja, ezt ti csináltátok, köszönöm. Nem, most már megy. Most már megy. Sajnálom. Nem basztok ki velem. Nem basztok ki velem, oda megyek akkor is. Jó. Lexus megvolt. Gyerekek. Betartalékolunk. Nem tudom hány autóm lehet egyébként a játékban, de majd eladjuk őket. A lényeg az, hogy a pénz maradjon meg. Nagyon jó. Mi van még? A3. Nagy választék nincs. Jó, mehetünk. Köszönöm a rózsákat, nagyon jó fejek vagytok. Azaz, gyerünk. Oké, nagyon jó. Mindet nem fogom feltuningolni, valószínűleg. Az meg. Ez mi? Mi történik? Elfogy a kép. Szeretném mindenkinek üzenni, kedves nézők, főleg a TikTokon, meg a Twitchen is. A Facebookon kövessétek be, légy szíves. Tehát van nekünk itt egy Hungate Gaming YouTube csatornánk, egy sima Hungate YouTube csatornánk, és van még, nem tudom megnyitni, a Facebookon, Kizu, hogyha megkérem Kizut, nem tudom, le tudja írni, nem linket, hanem konkrétan leírni a nevét a Facebook csoportnak, hogy azt be tudják követni az emberek. Nem úsztuk meg. Valahogy meg kéne tőlük szabadulni, gyerekek. Haza küldtek a srácot, kösz szépen, skatok. Nagyon jók vagytok, nagyon jók vagytok. Megoldottátok, köszönöm. Oké, elmenekültünk. És a poén kedvéért még szerintem jó helyen is vagyok. Ez az. Látjátok? Azt a kurva, mi történik? Kezdjük!
anyám! Ez mi a szar volt? Ez mi a szar volt? Jó, oké. Kihozzuk a TT. A TT-t fel akarom tuningolni. Nem vagyok egy nagy TT-s, de most arra gondoltam, hogy egy TT-t fogok tuningolni. Atya úristen! Visszaesek a bolthoz. Na, gyerünk, gyerünk, gyerünk befelé. Oké. Köszönöm. És az az Uber baszó kaszni van rá, ha? Na, építünk egy TT-t. Ez jól néz ki egyébként. Hogy áll a TT-vel? A TT-t? Ki az, akinek tetszik az Audi TT, és ki az, akinek nem? Valahogy soha nem vonzódtam így a TT irányába, de szépen meg lehet egyébként építeni. Az újabb kaszni sok amúgy igen, azok szépek, de szerintem a réginek nekem ami nagyon tetszik, és nagyon az ez a karosszéria, mert ez a kaszni a TT-nek igazából egy versenyautónak, ugye a verseny, ugye a DTM-es kaszni a tulajdonképpen, legalábbis tök ugyanígy néz ki. Az viszont nekem egyébként az tetszik, úgy az életbe is. Szerintem ez jól fog menni. Ez megérte ez a tuning. Egyébként durva, hogy a TikTok az gyerekek elesett. Tehát nem tudom hány néző van, 13 nézőt ír a TikTok. Az vége van. Tehát ott úgy... Az, nem tudom mi történt. A Twitch az leiskolázta most a TikTokot. Jó. Legyen mondjuk egy ilyen zöld. Jű, ez amúgy így jól néz ki. Fekete kerékkel mondjuk. Na, mit akartok? Na, mondjátok, hogy nem néz ki jól. Fekete ablakkal. Van piros is, középzöld. Így. Na, aztán figyelj, nem sűrűn, a szoktam izért. Én nem tudom, lehet, hogy ilyenre milyen autót választanál, ha semmit sem kéne figyelembe venned. Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés. Ez tényleg egy nagyon nehéz kérdés. Milyen autót választanék? Én nem tudom, én megmondom őszintén, hogyha milliómos lennék, de tényleg annyi pénzem lenne, mint a szar. De mondjuk akkor lehet, hogy egy Lamborghinivel mászkálnék, nem tartom ki, vagy Ferrarival, vagy valami hasonló. De megmondom, az... Ugye, hogy 14. helyet le kell nyomnom. De valamiért nem vonzanak. Tehát, hogy most sem érzek magamban így késztetést, hogy jó, nekem nagyon kell egy... Nem. Tehát valamiért inkább... nem tudom. Tényleg. Én most tényleg... Tehát az a gáz, hogy nem tudok ilyenbe gondolkozni, hogy mondjuk Bugatti. Meg Koenigsegg. Valamiért ilyen gondolatom van, hogy mondjuk... Minek örülnék mondjuk egy Seat Leon Cuprának, egy újabbnak, vagy egy Cupra Leonnak, annak, hogy tudnék örülni, hogy ez nyilván megvalósítható, nem tudom. Ne, én dízzel semmiképp. A Cuprát, vagy akkor FR, nem tudom, az amelyik a benzines. Nekem dízzel autó nem kell, nagyon nem vagyok dízzeles. Tudom, hogy jó, de nem. Sok,
gyerekek, beszoktátok a taxikokat. Nem, érzed, hogy a taxikokat. Bassz meg. Majd számol. Szerintem a követés. Az nevedek utoljára neved? Remélem a Twitch nézők benn vannak már Discordon is, meg YouTube csatornán, meg mindenhol követnek. Szerintem mondjuk beérek. Nem gondolnám, hogy nem érünk be. Milyen gyorsan megyem, hogy egyes tuningot. Miért volt egy tűzsepp az autópálya szélén? Underwater? Mi a franc? Bármit nyomtatok be, az gáz lesz. Jó, oké, akkor ezzel jártunk jobban. Király. Egyébként még tavaly, bár a futó alatt is ugyanaz a technika, a rossz választás az sem lehet. Figyelj. Nekem alapból Seatom van, tehát én a Seat pártján állok, de mindenki azt vegye nyilván, amit szeretne, és egy a fontos, hogy olyan kocsit vegye, tehát hogyha olyan autót veszel, amit amúgy nem akarsz, csak mondjuk azt mondod, hogy jó, a család miatt kell egy, mit tudom én, egy Opel, mit tudom én, nem Vectra, melyik az Vectra a nagy darab, utálni fogod, bazd meg, tehát hogyha olyat, akkor vegyél olyan autót, amit csúnya, hogyha neked tényleg azt tetszik. Ez a lényeg. Egyébként, figyeljetek, még fél évvel ezelőtt, amikor elkezdtem a TikTokon streamelni, egyébként azt mondtam, hogy TikTok az nagyon veri a Twitch-et, de nem tudja. Minőségben nem tudja. Tehát amúgy tök durva elmondok egy ilyen érdekes adatot, csak közben akkor iszok egyet, hol van, itt van a piám. Praktikus, de nem fogod szeretni. Cső, Marti, cső mindenkinek. Tehát figyeljetek, egy érdekes adatot elmondok. A TikTokon, például az átlag nézőm szerintem így verdesi a 70-80-at, az átlag. Hiába van most 14, az átlag simán van ilyen 60-70-80. A TikTok átlag nézőm alig éri el a 10-et. Vagy Twitch, bocsánat, a Twitch átlag nézőm. A Twitchen 18 előfizetőm van, a TikTokon alig van meg az 5. Értettem, hogy ezt mondom, a Twitch minőségben az verhetetlen. Hiába próbálkozik itt a TikTok. Elérésben nagyon jó, de minőségben... Akkor találtalak meg fél évvel előkel, és a felgyot néztem, de ott minden este betalál legalább egy-két hülye, amióta itt nézek, semmilyen problémám nincs. Igen, mert ez nem a challenge. A challenge-ről ma YouTube-ra érkezik egy videó, holnap valószínűleg. Ez káosz mód. Gyerünk. Lehet szavazni, hogy mi történjen, csak át kell menni a Twitch-re, mint néző, mert a Twitch-en van szavazás. Ha viszont nekem lenne egy komoly kérdésem hozzá, függetlenül, hogy valaki 13 éves, 14 éves, most nekem mindegy, az se számít, hogyha valaki soha nem fizetne semmiért, próbáljatok már meg mindegyén válaszolni, mert egyébként elakadtunk, skacok. Mi a fasz?
ezt nem hiszem el. Lenne egy komoly kérdésem, méghozzá az, hogy... Nem tudok így menni benni. Hogy gondolkozom azon, hogy kéne csinálni egy Patreon. De nem tudom, hogy hogyan kéne megoldanom, hogy mit tudnék ott nektek adni, ami mondjuk megélni, hogy támogassatok. És most olyan ember is válaszoljon, aki mondjuk nem fizetne el. Nem is akarom meggyőzni, hogy valaki előfizessen, nem kell. Mi a fasz? Ó, köszönöm az 1 millió. Köszönöm. Marci, adjak neked egy jó tippet, hogy hova fizess elő? A YouTube csatornámra. Nézd végig, hogy mik a lehetőségek, mert aki már az 1000 forintos előfizetést válassza, az fog kapni, mert még nem csináltam meg mindet, de már 2 van kint. Olyan YouTube videókat, van 400 darab vodom, amik ilyen 3-4 évvel ezelőttiek. Ilyen irdatlan, szar minőségű hang, teljesen más minden. Nem kell YouTube Premium. És az 1000 forintos előfizetéssel már meg fogok majd nektek, most mondok ilyeneket, hogy értsétek, van mondjuk Last of Us végigjátszásom. Soha nem fogjátok látni már, mert 3 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőtt PS4-en streameltem nektek. És pont az a célom, hogy ezeket a régi streameket, mert le vannak privátolva már, vagy egy éve a YouTube-omon, hogy meg tudjátok nézni, ezért be fogom tenni az előfizetőknek, hogy meg tudják nézni. És majd valószínűleg cserélgetni is fogom őket. A sima, a gamingen nincs előfizetés, és a simán van csak egyelőre. Nézd meg a lehetőségeket, hogy mik vannak. És akkor, de olvasd el előtte mindenképpen. Tehát nem kötelező egyébként vele foglalkozni, de ma nekem a live után van egy olyan tervem, hogy 3 videót szeretnék nektek csinálni, és abból a 3 videóból lesz olyan, hogy a valószínűleg kicsit szombatra rakok ki, azt viszont a előfizetők már látni fogják volna, például. Vagy mondok ilyeneket, hogy az előfizetőket ugye látom, hogy kicsodák, és majd mindenképpen szeretnék például nyereményjátékot az előfizetők között mindenképpen. Tehát a YouTube előfizetők között mindenképpen lesz nyereményjáték, az fix. Ki tudok sorsolni, mert látom a neveket, elvileg. És a YouTube előfizetés egyébként elmondom, hogy a legolcsóbb az 200 forint. Én a Patreonnal nem foglalkoztam, azt egyelőre hanyagoljuk, Marci. Megcsinálom majd holnap délelőtt, mert azzal nem foglalkoztam még. Közös gém Patreonosokkal? Hát, mondjuk azt meg lehet oldani. De azt meg tudom oldani a Twitch előfizetőknek is igazából, nem tudom. Egyszer megcsináltam a Patreon előfizetést, de azóta nem foglalkoztam vele. Ez mi a szar, gyerekek? Blade. Jó irányban megyek, ez így meg van. Jövő héten meg rá akarok feküdni egyébként most már a TikTokra. Pár ilyen reklámozós videót jó lenne a TikTokra csinálni, vagy valamit a TikTokkal kéne valamit kezdeni, gyerekek, meg nagyon nem, tehát semmilyen követésem nem jön a TikTokon, ha nem streamelek, és amit nagyon gáz. Tehát, hogy annak örülök, hogy amikor streamelek, akkor kurva sok ember bekövet a TikTokon, vagy 150-200 követés is bejön, de
De ez nem jó, hogy amúgy meg semmi, mert nem teszek ki tartalmat. Ja. Meg nem értem azt sem, hogy például valamelyik videómon valamelyik nap lett 30 ezer megtekintés és ilyen 100 like, hogy mi történik, hogy miért napja ki, nem tudom. Mert TikToknak nem értem a működését igazából. Mi a logika benne? Amit hogy értem, csak nem értem, hogy miért így, meg miért úgy, mindegy. Oké. Jó, az is megvan, gyerekek, mehetünk tovább. Tehát most egy évfélig szerintem mi megleszünk. Hú, bazdmeg, mert egyébként ma lehet, hogy nem értük el az álom nézőszámot a Twitch-en, de hogy átlag nézőszámba rekordot döntünk, bazdmeg, az tuti. Kurva jók vagytok. Köszönöm, hogy itt vagytok egyébként mindenkinek. Úgyhogy ez nagy respekt. Van itt olyan, aki szokott a Need for Speed Unbound-dal játszani? Bármelyik platformon? Stacok. Hát én vagyok, hogy de nem látom YouTube-on, hol tudnék előfizetni számít, hogy telefonra vagyok. Nem, úgy működik, hogy rámész a főoldalomra a YouTube-on, és akkor ott van egy olyan, hogy csatlakozás, azt hiszem az a felirat neve, és ha rányomsz, akkor kidobja neked az utcokat. Nem vagy hülye, hát most... Kérdez nyugodtan. Van olyan, hogy az Need for Speed Unbound-dal szokott játszani? Zseniális, ez az, gyerünk. Senki nem játszott még az Unbound-ra rajtam, így lecsináljátok már. Megnézted? Mert egyébként azért kérdezem, mert én tegnap megvettem, meg megveszem ma a másik DLC-t is. És kirakom nektek, tehát hogy lássátok, hogy mi van. Mert ezeket sajnos muszáj vagyok megvenni, még akkor a deficites lesz nekem, és nem éri meg. Meg bemutattam, a Mustangot már bemutattam, ma live után az RX-7-et is nektek mutatni, és tudom, hogy nem éri meg egyébként, tehát felmondtam a videóba is. De az a baj, hogyha nem veszem meg, és nem mutatom be, akkor baszhatom, mert soha nem fognak komolyan venni a Electronic Arts-nál, meg a többi izénél, hogy ezeket ingyen megkaphassam, mert muszáj vagyok ezeket bemutogatni. De én is ezt mondtam, egyébként ez egy gázhelyzet. Maradjanak a realisztikus vonalnál, jobb driftelés, jobb irányíthatóság, igen, és én tavaly vettem meg a negyedik és harmadik hét kegyetlen volt, illetve az állandó rendőrözésből elegem volt, már túl volt tolva a sztori röhely. Én szeretem, csak igen, én is azt éreztem néha, hogy agyilag kikészít, de most a 10 euróba kerül a DLC. Ha ad a kérdésre, hogy lennék kérdés, megéri, nem éri meg. Viszont, hogyha például megnézel egy bármilyen másik játékot, mondjuk egy LoL, egy TFT-t, mondjuk egy Riot Games, vagy egy Valorantot, 20 000 forintért kapsz egy set fegyverszkint, akkor már egyből nem olyan drága. Ha viszont úgy nézem, hogy a múltkor bemutattam nektek egy 5 eurós autós játékot, az meg hoppán már, és ez egy új megjelenés volt, és ott egy konkrét játékot kaptam. Szóval nem tudom, ez egy baromi érdekes dolog, hogy mi éri meg, és mi nem éri meg. Tehát meg honnan nézed meg? Én valahogy úgy vagyok ezzel, hogy 10 euróba kerül az autószkin, ezt tudjátok, hogy mitől függ, hogy megéri-e? Mennyi pénzed van? Ha valaki 1 millió keres, akkor megéri. Ha valaki 700 ezer, akkor nem éri. Csak így lehet nézni, sajnos. Én inkább Steam, SMS szélre tartalékolok, illetve a Crew Motor Fest jónak ígérkezik, próbáltam. Város több osztály is lesz, és helyszín is nagyon nagy. Figyelj, a Crew Motor Fest nálam mindenképpen jönni fog, azt tuti. A Forza Motorsport is jönni fog, én remélem, hogy jó lesz. Ezeket mind hozni fogom nektek.
tudottam, csak milyen Manó van a képen. A Manó nincs a képen. Úgy hívják, hogy Chaos Mod. A nézők a Twitch-en tudnak szavazni, hogy mi történjen. Ők döntik el, hogy van négy lehetőség. Nem tudok átmenni, mi? Nem vezem meg. Szóval, majd mindjárt eltűnik. Fenn van, LSD trip van éppen. Egy LSD trip. Mindjárt elmondjuk. Na, mindjárt vége van a... Örüljön, ez még ennél... Tessék! Van itt jobb is, bazd meg! Nem jó, hogy irány bassza meg. Csak a képpel van probléma, gyerekek. Kép a legkisebb bajom. Mehetünk, elmúlt. Ó, szóval... Az történik, azért mert ez egy káosz mód. Kedves nézők a Twitch-en, a Twitch nézők, mert ugye össze van linkelve a káosz móddal, ott van, bal oldalt látjátok a képernyőn, van négy lehetőség, írják be a számokat, és amelyik a legtöbb szavazat jön, azzal szabadnak meg. Gyertek át a... Igen, gyertek át a Twitch-re, és akkor... Mindegyik itt for speedben van, régiek közül. Jó, de nem tudjátok megoldani úgy a káoszt, mint amúgy a izébe. Ugyanolyan troll mód a GTA is, tehát nincs különbség. Azok amúgy, ha valamit nem csináltok, ez nem jelent meg. Á, restart, bocsánat, 90% nem tudjuk megcsinálni, mert... Jó. Azaz, jó, hogy most egyébként nagyon sok videóval el vagyok maradva a YouTube-on, tehát lenne bőven mivel foglalkozni. Úgyhogy majd érkezni fognak most a hétvégére, szerintem meg szeretnék csinálni egy 3-4 át. Meglátjuk, hogy alakul a holnap. Egy pár videót mindenképpen szeretnék, azokat elrepültek, baszki. Ott repülnek a játékosok, figyelj! Neki megyek a falnak, én is elrepülök? Nem, jó. Nem, össze kell ütközni a kocsikat szerintem. Kíváncsi vagyok egyébként, mert melyik fog bejönni. De komoly gyerekek, ez nagyon jó! Azok, ezt nem lehet így kijátszani?
Ez kurva menő. Ez zseniális. Vérdíj, nincs meg a vérdíja. Nyomjunk egy ilyet. Még mindig nincs meg. Megvan, mehetünk. Gyerünk. Nyugodtan. Kucsú, ahogy szeretnéd, nem szólod bele. Ja, bocsánat, félreolvastam. Lehet, hát 35 néző van. TikTokosok a lájkot toljátok. Arra baj, nem látom, hogy mennyi lájk van, mert telefonon már nem engedi TikTok, hogy nézzem, mikor be streamelek. Úgyhogy lájkok, követések, TikTokon, gyerünk, gyerünk, gyerünk. A rohadt menő ez a kis autó. És nem ütközök így a fallal, ha marad? De, valamennyivel igen. Nyomhatnátok sűrűbben is. Á, vissza, megnőttünk újra. Horrorz a szomja. Valami repülni fog, bazd meg. Valami repülni fog. Ja, bocsánat, kommentolvasás volt. Jó, persze, ez jó, csak... Hát sajnos, ezért a TikTok ezért jó. Nem olyan egyszerű egyébként, mint amilyennek tűnik. Alagút fog jönni. Jó, gyerünk. Átmentem a célba. Mi történt? Ó, bassz meg, hát ez kurva jó. Harry Potter, igen, Harry Potter. Fogok zuhanni? Na mi a gond? Hogy lehet? Hát akkor nem tudom, lehet, hogy gépről lehet látni. De miért? Hát az a YouTube-nak a funkciója. Mi a fasz? Nem ám azok, hogy...
tönkrement a motor. Megfőtt a motorban az meg, mert elbasztam a pongot. Ez így nehéz lesz. Ez így nehéz lesz. Nem, nem, Marci, ez van. Nagyon filmes így. Baz, milyen baz? És máshol nem? Tehát, hogy a számítógép, vagy esetleg a telefon böngészőjéből belépve. Gyerekek, ha valaki annyira támogatni akar, ne adj Isten, mondjuk kibújjuk a pénztárcájából a pénz, és úgy dönti, hogy a csatornába szeretne fejlődésbe beleszólni, akkor javaslom a Twitch-en legörgetni a videó alá a donate feliratot. Azért, mert ott mondjuk 99%-ban megjön a lóvé. Apa, be kell valljak valamit. Na, gyerünk. Viszont, hogyha mondjuk mindenhol máshol, levon belőle. Ebből a legundorítóbb egyébként a TikTok. Safarin próbáltam, akkor 6 millió csatorna felhozás. Ja, értem. Na, mit szeretnél bevallani? Szeretem idénképet. Mi van? Szerettem idénkét, azért utána vágyok utána. Azt a... Hát, Dobi, hát ez... Ja, értem már a kérdést. Chaos mod, szia Évi. Chaos mod, ez úgy működik, hogy a Twitch nézők tudnak szavazni, hogy mi történjen. Írnak számokat, és... Én meg majd meglepődök. Cső Roland. Közben ennyiről szól. Az meg a cél előtt, hogy a szietetlen. Megint legyőznek, nem tudok vezetni. Nem tudom, mit tudok be, de nem tudok vezetni. Ez hihetetlen, bazd meg. Hát ez nem viszont. Tudom, hogy a GTA 5-ben is van ugyanaz a készítője. Ez zseniális volt, köszönjük. Valószínűleg nem tudok elindulni. Ugyanaz a készítője szerintem. Gyerekek, baj van. Underground 1-hez is van. Ne, mi a szar? Na, ez nagyon rossz, ezt nagyon rossz nézni. Gizu, itt vagy? Zseniális volt.
Aha. Új nézőknek szeretném elmondani, hogy úgy működik ez a cucc, hogy a Twitch-en a nézők, ott van baloldalt négy ilyen szám. Vagy szám, igen, 1, 2, 3, 4. A Twitch-en, a Twitch-re, a chatre, ha beírod, hogy 3 mondjuk, akkor egyet odaad a 3-ashoz, és szavazni lehet. De a TikTokon nem működik. Twitch-en is megy a stream, ha úgy mondtam. Mennyien vagyunk a Facebookon? Jöttek be azóta, azért, mióta... Várjál, mert fordított kormányzás van. Balra nyomom, jobbra megy. Ha jobbra nyomom, balra. Zseniális. Hát a Kizu, hogy állnak a... Jött követő a Facebook csoportban? Nem baj, az is valami. Vasárnapig meg lesz a 400. Hadd jöjjenek csak. Úgy számoljak? Szihetetlen. Most mi? Nagyon durva, hogy mennyiféle ilyen cucc van benne, hogy bazd meg. Szihetetlen. Hogy mennyi? Több száz, vagy nem is a több száz, de száz minimum van, amit le tudok így nyitni, hogy mi történjen. Ezzel rohadt sokat kellett foglalkozni. A franc. Á, hetedik vagyok, már nagyon nem jó. Valamit nyomjatok már be, Infinity Nitro-t, vagy valamit gyerekek, mert nem tudok túlmenni a pályán. Nagyon kígyó. A Snake az mi a franc lesz? Aja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 j
És mivel irányítom? Üdvözlök mindenkit a live-on, ez itt a Need for Speed Snake. Bazd meg! Hát alakul majd, valamerre tart, még szenvedek vele. De úgy érzem, hogy a Need for Speed nekem nem megy, úgyhogy elmentem snake-ezni. Hang nélkül. Hol volt a faragasztó? Megtaláltad?
Egyre gyorsabb amúgy. Ugye mindjárt több néző lesz a TikTokon, mint izé a Most Wanted-en. Akkor nem én tettem el, jó. Menjen már gyorsabban, de rohadt lassú. Öcsém. Hála Isten. Cső mindenkinek. Határtalan izgalmak. Az biztos, az biztos. Csak azt szokom úgy az előfizetéseket, hogyha valakinek van ilyen fölösleges kurva sok pénze a Twitch-en, nyugodtan nyomjátok, mert még kéne a következő emót helyhez, azt hiszem 25 előfizetőnél lesz meg a következő emót hely. Csak mondom. Nem kötelező, csak fejlődne a csatorna, az mondjuk fasza lenne. Gyerünk, 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 ez az. Hát a nézzé. Hibátlan. Menjek falnak, vagy nem tudom. Végig nyomjuk, meddig tudok elmenni? Ez már tényleg retro game? Hát én mondtam nektek, én hozok nektek, egyszerre hozom a retrót, meg a jót is. Na, igen. Na, mi történt? Hogy oldottad meg, Marci? Old school? Hengét nézted a nagyobb videójátékos rendezvényeket, Tobi? Hát a Forza, a Crew Motor Festnél szerintem a Forza Motorsport az érdekesebb, mert jön Steamre. Ugye, én megmondom őszintén, én elmondtam a Crewról, van a YouTube csatornámon egyébként a Crewról véleményem videó. Mindenesetre köszönöm, hogyha megoldottad, Marci. Szóval az van, hogy én a Crewtól félek, én megvettem a kettőt, egyébként elő kéne azt is venni és játszani vele, mert amúgy kijátszanám, de nekem nagyon nem tetszett. Nem tetszett, mert amúgy jó, csak meguntam a francba. Konkrétan egy 2-3 óra után én nem sűrűn van autós játéknál vele, nem láttam, értem, hogy milyen játszak vele. Szóval nem volt annyira fasza. Az egyet szerettem, félek, meg annyira Forza, és tényleg örülök, hogy benne van ez a csónak, meg repülő, meg minden, mert nagyon Forza sajnos, és az meg. TT-vel nyomulunk. Gyerekek, nagyon menni kell, nincsen káosz. De nekem a kettőnek az nem tetszik, hogy nincsen sztoria. Nekem az nem tetszik, hogy nincsen sztoria a kettőnek, hogy semmi értelme sztoria nincsen. Nekem jól néz ki össze. Mondjuk meg, bazen most nincsen káosz. Ezt a versenyt ezt meg kell csinálni, basz. Ezt menni kell. Ameddig nincsen káosz, addig be kell érnünk a célba. Thank you.
Én az Undercover tartom a legrosszabb Need for Speednek ever, és arra gondolsz. Az Undercover Need for Speednek gondolsz, annál nincs rosszabb szerintem. De lehet, hogy azt mondják, hogy konzolon jó volt, a PC-n nem jó. A legrosszabb Need for Speed játék szerintem ever az Undercover, de mondom, nagyon sokan írták, hogy konzolon jó. Úgyhogy nem tudom, mert a PC sportja nagyon szar, azt tudom. De egyébként én elmondom nektek, hogy nem az Undercover a legszarabb Need for Speed. De komolyan. Megmondjam, melyik a legrosszabb Need for Speed. Ki az, aki kitalálja? Nem az Undercover a legrosszabb. Az Undercover-ben lehet tuningolni, úgymond valamilyen gagyi sztori is van, de van egy rosszabb. Szerintem van rosszabb. Amúgy így a kamera ez, mert így megnyerem. Night Vision, ez az. Nem, figyeljetek, van egy Need for Speed, amit nem játszottam ki soha. Az Undercover-t is tovább elvittem, mint az. Van egy, az Undercover-t azért nem tudtam kijátszolni, játszolni PC-n, mindig bebugolt. De az Undercover-t fogom nektek még hozni, mert van belőle javított változat, és ezt fogom nektek hozni. De van egy Need for Speed, amit soha nem játszottam ki, a újabb az Undercover-nél, Cső Ozsi, és azért nem játszottam ki, mert annyira szar a sztoria, annyira nincsen sztoria, annyira érthetetlen az egész, ami történik benne, és ráadásul annyira kreténségeket kell benne csinálni, hogy az valami kegyetlen, káosz mód folyik itt, Ozsi. Találjátok ki, hogy melyik az. Nem, a Prostrip nekem benne van a top 3 legben. Nekem a Underground 2 és a Prostrip, meg a Shift 2 az a Best of Need for Speed. Így kedvenceim. A 2012-es is benne van a top 5-ben szerintem. Van egy ilyen top 10 legjobb Need for Speed-es YouTube videóm, abban benne van az is. A 2012-es Need for Speed zseniálisan jó lett. Köszönöm a követést. Egyetlen egy baja van annak a játéknak, a címe. A Porsche sem rossz. Igen, odáig voltunk a Porsche-án, ott játszottam, igen, az is jó. Láttam valamit a Remastered kiadást hozzászettem, de annyira nem érdekelt, hogy fél óra után uninstall volt. Nagyon szerettem a franchise-ot, de nagyon más irányba mentek el. Jó lenne, ha a kövi NFS realisztikusa lenne. Jobb drift, jobb soundtrack, stb. Nem, megmondom melyik. A Rivals. A Rivals szerintem a legrosszabb Need for Speed ever. És azért, mert a Rivals annyira unalmas, annyira értelmetlen, annyira semmi az a játék, hogy az semmit nem tud. Konkrétan semmi a Rivals, az ráadásul PC-n 30 FPS-sel fut. Még be kell patchelned, ilyen hátulról kell kikerülnöd, hogy tudjál vele játszani. Annyira fos lett. És amikor én játszottam vele, körülbelül 2 óra után azt mondtam, hogy nem tudok eligazodni a játékból, hogy mi van. Szerintem a Rivals rosszabb, igen. Rivalsnek nincs értelme, gyerekek. A Rivalsben semmi értelem nincsen. A Rivals tetszett, PS3-on próbálta. Nem azt mondom, hogy a Rivals irányításban jobb. De maga a game egyszerűen értelmetlen, indokolatlan hülyeségeket kér tőled folyamatosan. Ráadásul a PC sportja játszhatatlan, ha nem jársz utána, és ilyen mondom, ilyen hátsó kiskapukon keresztül nem variálod meg. A Hacker City-ből akartak csinálni szerintem egy ilyen csodát, vagy nem tudom, hogy mit. De a Hacker City meg jó lett.
utána nézve, hogy különösen megvan minden DLC-be, igen, nem volt játszani. Melyikem a Rivals-el? Próbáld ki. Nem, azzal a játékkal nem az irányítás a baj, hanem az, hogy értelmetlen az egész. És ne, én nem tudtam rájönni, hogy mit kell csinálni. Tehát konkrétan nem tudtam, nem értettem. Elindultam és nem tudtam, mi a feladat. Annyira rossz volt. De mondom, nem, tehát a Rivals szerintem meg az Undercover, az kettő, az katasztrofális. Az Undercover az irányítás miatt az elvehetetlen, hogy tényleg rossz. Elvisszük a izét? Az Audi A4-3-2 FSI Quattro-t. Vigyük ki az Audit. Mit szóltok? Azzal sem mentem még. Annyi pénz van, hogy úgyis van majdnem 1,5 millió. De jó a hangja. De jó a hangja. Na figyeljetek egyébként, megmutatom, nekem ez nem tetszik a Most Mountain-ben, hogy ilyen, nem tudom ezt hogy mutassam meg, de maga, ahogy fordul a kocsi, hogy remeg. Ez az idióta mozgás, annyira idióta mozgása van a kocsinak, ez ami kegyetlen. Az Original Most Wanted, az NFS, amit életem végéig előveszek néha-néha. Hát figyelj, Fulán, javaslom az Underground 2-t, az lehet, hogy egy kicsit jobb, de csak az én véleményem. Jó a Most Wanted is, persze. Tudom, nekem a Most Wanted nem... Én mondom, 30 éves vagyok, és emlékszem, amikor a Most Wanted kijött, életem egyik legnagyobb csalódása volt ez a játék. Ugye én nem ezzel kezdtem, és az Underground 2 után ez a játék egy akkora visszalépés volt, hogy nem akartam elhinni. Tehát az, hogy kivettek belőle mindenféle tuningot, ráadásul meghagytak benne minden szar, ami a benne volt az Underground 2-be is, csak kivették a 3/4-ét, vagy ilyen 70%-át, tehát semmi újítást nem hozott igazából a játék, csak darabokra szedték. Nekem az borzasztóan nem tetszett, és emlékszem, hogy akkor, amikor megjelent, én nagyon nem voltam boldog, mert azt láttam, hogy hanyatlik az egész széria. Pedig a legtöbb gamernek a Most Wanted az örök általon, nekem az U2 Carbon Most Wanted. Igen, de azért van, mert a legtöbben az Underground 2-vel nem játszottak, hanem sokkal többen nyomták a Most Wanted-et. És valószínűleg ez az oka egyébként ennek. De ez... Nekem ezzel nincs is semmi problémám, csak... Ezt szerintem az Underground 2 minden tekintetben... Most az, hogy van egy ilyen lista, hogy végig kell verni mindenkit, ez nem egy nagy sztori amúgy. Alapvetően nincs is sztori a játéknak, mert alig van benne átvezető egy-két duma, tehát az például a... Hogy hasonlítsuk össze, az újabb Need for Speed-ekkel, például ott van a Payback, hát mekkora sztori van mögötte? Ahhoz képest semmilyen sztoria, még a 2015-ösnek is nagyobb a sztoria. Szóval ez szerintem egy nagyon kis dolog, sajnos. De mindegy, mondom, én már tettem erről, hogy kinek mi. Andrian 2 szintén néha a Carbon pedig most bár annó a Prostit is behúzott. Én a Prostitet a mai napig szeretem, nekem az nagyon nagy kedvencem. Valami jó. Milyen színek van még itt? Más szín. Metal. Rohadt kevés egyébként benne a színválaszték. A színválaszték is kevesebb lett, amit egyébként nem értek. Valamilyen egyedi, nem tudom mi. Legyen ez a lila, ez tetszik. Fekete felnivel. Nekem az nagyon fura volt, olyan a Pro Street, mint a grafikailag vissza... A Pro Street? Hát ember, a Pro Street olyan grafikája van, bazd meg, ott történt a legnagyobb ugrás. Hát a... Szia András! A játék neve? A Sziának a tanulj meg köszönni része. De PS2-n lehet, hogy szar volt a grafikája, de PS2-n a többinek is, de számítógépen, nézd meg számítógépen a Pro Street-et.
meg fogsz lepődni. Az Undercover utána maga volt a hányadék. Mi a véleményed a Need for Speed Pro Streetről? Én imádom. Nekem azzal volt, azzal kezdtem el kormánnyal játszani. De nézzétek meg gépen, hogy néz ki a Pro Street. Gyerekek, a karbon mellette hulladék, az összes többi. Az valami eszméletlen gyönyörű volt az a játék. Az valami kibaszott szép. Mondom, az Undercover sem tudja, az is, mert egy hulladék az egész. Mivel azért portolt játék volt, ugye át lett rakva. A Pro Street kormánnyal volt jó. Az nagyon kormánnyal rettenetesen jó volt. Én imádtam. Azzal még fogunk... Na, ez már alakul. Need for Speed Most Wanted, de... Ugye, András, nagyon, ez nagyon gáz, hogy nem tudod. Ugye, tudod? Ezt most komolyan mondom. Semmi bántásból. 100 millió emberből egy lehet, aki nem tudja, és az most pont te vagy, hogy mi ez a játék. Na. Megint megnyomtam valami fasz a gombot. Várjatok. De nem nyomtam sem. Airbrake. Azt ti csináltátok ezt a hülyeséget, gyerekek? Valamiért engem nem látsz. Kit nem látok? Most már látok. Ezt ti csináltátok ezt a hülyeséget? Igen, így köszönöm. Na, skacok, hölgyek, urak, mindenki. Figyeljetek, írtam 6 kommentet. Akkor bocsánat, nem láttam. Lehet, hogy elpörgött. Van ilyen, főleg ha sokan írnak, meg ugye a Twitch-en is nézem a chatet, nyugodtan. Figyeljetek, skacok, most megmutatom mindenkinek a fontos dolgokat. Szeretnélek megkérni titeket, hogyha a Challenger kapcsolatban kérdésetek van. Nem fogok válaszolni majd sűrűn. Itt van a Hangate YouTube csatorna, ahova ki fogom rakni a következő challenge feladatát. Ott van a Hangate Gaming YouTube csatorna, ahova fölmennek a vodok. Ezen kívül van egy autós játék és hírek Facebook csoportunk, ahova mindenféle autós tartalom megy ki játékokról, új megjelenésekről, modokról, mindenről. Nem fogom 53 000-szer elmondani, hogy kövessétek be ezeket, mert nem kötelező, csak amikor majd valaki megkérdezi, hogy figyú, ez hol van, meg hol található, nem fogom megmutatni, mert ott vannak fönt, oda fognak kikerülni. Meg van Discord szervet, hogy valakinek van komolyabb kérdése, vagy akar beszélgetni bármiről, Discord csevegő, napközben is elértek, hogyha van időm, válaszolok. Tehát ezekre gyertek be, aki szeretne, mert ott kaptok infót arról, ha lesz live, ha nem lesz live, az meg. Köszönöm a labdát. Köszönöm a labdát, skacok. Nagyon cukik vagytok. Ilyen Évi, írok valamit neked Messengeren, de live-ban ne mondd be, hogy mit írtam. Holnap le fogok menni, és ezt akarok még egyet venni, és csinálok belőle egy TikTok videót. Kedves Mostanti, sokkal másabb a alapottal kérdésen leülsz, és minden pillanatát. Hát persze. Következő, menjünk a rendőrök ellen labdával. Meg kéne csinálnom a rendőrösöket. Öt ütközé, menjünk a rendőrökre. Az meg! Ez egy labda, igen. Ez egy labda.
Nem, nem, az a... Én most egyébként rájöttem a... Az a baj a legtöbb... Az embereknek van egy nagyon rossz tulajdonsága. Hát az embereknek van egy nagyon rossz tulajdonsága, méghozzá az, hogy... azt csinálják, hogy van egy világ, amiben élnek. Van egy gondolkodásuk, és ők abból a szemszögből vizsgálják a dolgokat. Ami azt jelenti, hogy minden más, ami ezen kívül esik, az szar. A legtöbb ember így gondolkozik amúgy, ez nem bántásból meg semmi, de tényleg ez így van. És emiatt van az, hogy amikor én is kirakok egy videót egy játékról, és valakinek nem jön be, mert hogy nem, vagy neki van egy olyan játéka, amivel ő játszik, akkor elkezdi pikázni, amit én kiraktam, és elkezdi mondogatni, hogy inkább vegyétek meg, és csomó olyan van, amivel ő játszik, mert az jó. És például elgondolkoztam, hogy a minap, ugye csináltam meg tényleg egy YouTube videót, amiben egy 5,89 eurós játék volt. Most már az Audi-val menekülök. 5,89 eurós autós játékot, 20-30 kocsi van benne, tuningolhatjátok mindegyiket. Egész jó a játék, az meg nagyon jó az a kamera nézet. Köszönöm, skacok, ügyesek vagytok. És bazdnek belegondol, és leírták ugye, hogy ez egy szar, ez egy hulladék, vegyétek meg inkább az Assetto Corsát, mert hogy az 1-2 euróval drágább, és mennyivel jobb. És igaza van, tényleg jobb az Assetto Corsa. És akkor most, mikor megvettem, hogy bemutassam nektek a Need for Speed Unbound-nak az új Legendary Custom Mustang karosszériáját, és így 10 euró volt. És elgondolkoztam, hogy az meg 10 euró egy textúra, az a játék meg 5 euró volt. És mégis valaki azt mondja, hogy 5 eurója nem éri meg. Hát igen, várjál, van nekem ilyen skill. Mit robbantottam fel? Káosz modos Moszvánt, de a Twitch-en a nézők tudnak szavazni, hogy mi történjen. Ők szavaznak. Ez mi? Ez a lövöldözős játékra van mintázva. Azt nem tudok menni. Faszeg, így nem lehet vezetni. Nightmare Cars. Az vajon mi? Ahogy ilyen sötét a kocsi, értem. A lila szín miatt nem. Ebből menekülés meg lesz. Mozik volume off. Mivel nyomkodom? De ez mi? Most nem már. Az meg. Várjál. Jó. Q, V, E.
akkor mondjuk legyen mondjuk a, mit tudom én. Jó, oké. Hát ez meg amúgy is működik, ha akarsz vele játszani, de jobb buli, hogyha a nézők szavaznak. Ték. És mivel indítom el? Mivel indítom el? Music volume, lift, flip, first beat, top, notes, all your time. Sorry, take the length and fully. Ez. De nem tudom, melyik ezzel kell indítanom. Bocs. Akkor Guitar Hero-t legközelebb is nyomjátok, majd be kösz. A Chaos Modról is lesz YouTube videóm, hogy hogyan kell berakni meg a többiről is. A pénzzel szerintem beleférünk anyagilag. Ne haragudjatok gyerekek, bocsánat. Nem volt ez így szándékos, csak tudtam, hogy mit kell nyomni. Mi az a két ott bal oldal? Én achievementeket amúgy meg lehet találni. Menj már a picsába, ez jó. Hú, bazd meg! Little Bird. Szerintem még muszáj vagyok vérdíjat gyűjteni. Hány ilyen szart kell még... Hány ilyen szarral kell még, izé, nem? Mindegy, menjünk akkor rendőrözni. Ha gyorsan megyek, akkor jön be. Hogy van ez? Aj, ne! GTA 2 már megint. Hát meg rendőri basztatásért, meg ilyenek.
De túl kicsi a izém, körözésem is. Köszönöm, hogy itt voltál. A Need for Speed-es kép az amúgy meddig lesz még? Meg tudjuk találni azt a kocsit? Vagy az miért van ott? Most nem értem. Azt nem tudom, hogy hol van így az a hely. Első szigeten, de nem... Nem erre van. Ez tudni nem... Az erre fele van szerintem. Atya úristen! Biztos, hogy nem, mert káosz mod. A nézők tudnak szavazni, hogy mi történjen. Azt a baszikát szavazt nézni. Á, az a mindig egyes körözés. Mi történt? Mind belefireszi a robot kapot. Nincs váltód. Azt egy tönkre basztátok a váltómat. Egysebességes lett a kocsim. Nem, nem kapok rongálásért. Hát ez hihetetlen. Mindig nincs meg a vérdíj. Na mindegy, menjünk versenyezünk. Van amelyik versenyen izé? Zsaruk a környéken maximum. Na, akkor itt jönni fognak a zsernyákok. Az epilepszia róla most van olyan is amúgy. Várjál már még, nem azt írja, hogy 9 percig a finish nem működik? El fogok aludni.
már... Hagyjál meg. Térkép a szétfogat. Van olyan, Evi, ne aggódjál, van olyan. Nem kell aggódni, ne akarjad, nagyon rossz. Tudod, ha kettőt, hármat összekeverjük. Azt mondja, hogy írjatok be emótok a chatre? Írkáljatok már emótokat a chatre, szerintetek működik? Nem oda, nem a TikTokra, a Twitch-re kell. Ma nem jó a mód. Ja, nem lehet nyerni, még 2 percig. Várjatok? Nem van egy... érzésem. Jó van, jó éjszakát tudom ész aludni. Hát én nagyon nem értem ott bal oldalt. Miért van ott az a kép, gyerekek? Ezt valaki magyarázza már el. De... szerintem én nem tudok elmenni. Biztos, hogy nem tudok elmenni oda, ahol az a kép található. Mert az valamerre szerintem itt errefele van. Ha nem is pont ott, de... Köszönöm, ez a sötétség, meg ez a rengeteg felirat, ez így összeadódott, így már jobb. Megvan. Ha jó van, figyeljetek, egy élmény volt, de szerintem mára befejezem, mert amúgy már 1:15 van, és még van dolgom. Jó, holnap, nem szombat, nem vasárnap találkozunk, oké? Okay? Úgyhogy... ja, addig is kitartást mindenkinek, hogy legyetek jók. Azt majd valami lesz. Jó? Na, ezeket kövessétek be, ezt is. Meg ezt a Facebook csoportot, gyerünk, mindenki.
autós játékok és hírek, ezt már így kicseréltük, meg lett javítva, úgyhogy gyerünk befelé mindenki, ha nem akartok lemaradni a jó dolgokról, de hát ez majd rajtatok múlik. Na jó, szervusztok, sziasztok, jó éjszakát!